A nyár sok egyéb más mellett az útfelújítások időszaka is. Karcag városa a terület és település fejlesztési operatív program plusz kiírásán nyert támogatást az úgynevezett gyűjtőutak felújítására. 1 kilométeres? A felújítás nem csak az úthibák, kátyuk eltüntetését jelenti. A zöldfa utat kiszélesítik, mindkét oldalán kerékpársávot jelölnek ki, hogy biciklivel is kényelmesen és biztonságosan lehessen rajta közlekedni. Az az elképzelésünk, hogy a zöldfa út, illetve szorosan kapcsolódva hozzá, azok a gyűjtő utak, ahol nagyforgalmú útkereszteződések, közutak vannak, összekötve egymással kerüljenek felújításra. Itt állunk most a zöldfa út mellett, hiszen a zöldfa út teljes hosszában felújításra kerül, egészen a Dózsa-György úttól az Ohio térig. Hiszen egy olyan forgalmas útról beszélünk, ahol nem csak a gépjármű forgalom, hanem a kerékpáros forgalom is jelentős, hiszen mind a kórház megközelítése, mind pedig az óvoda megközelítése gépkocsival és kerékpárral is történik. Így kerül összekötésre gyakorlatilag a Dózsa-György úttal, ami várhatóan szeptemberben, szintén a magyar közút fejlesztésében végre teljes egészében el fog készülni. Ezzel elérjük azt, hogy gyakorlatilag nem marad a városban olyan nagyforgalmú gyűjtőút, amely ne lenne gépjárművel mindenképpen biztonságosan közlekedhető, és nem csak gépjárművel, hanem a kerékpáros forgalom szempontjából is. Másik nagyon fontos része, hogy azok az utak kerülnek összekötésre, kerékpáros közlekedés szempontjából is, amely a kerékpárutak megközelítését is lehetővé teszi, hiszen a jelenlegi felújításban a zöldfa út is egy nagyobb szélesítésen fog átesni, ami azt jelenti, hogy mind a két oldalán kényelmesen és biztonságosan lehet majd kerékpárral közlekedni. A Dózsa-György út felújítása szeptemberben kezdődik, ezt a Magyar Közút végzi majd. A Varró úti bölcsöde mellé parkolókat építenek, ez önkormányzati beruházás során valósul meg. Bejelentésre került, és szintén ugyanebben a pályázatban, vélhetően a jövő heti felvonulással már, a Varró úti bölcsödénél található úgynevezett belső Varró út is megújul, hiszen amikor a bölcsödét elkészítettük, már akkor láttuk, hogy a nagy gépjármű forgalom miatt oda mindenképpen szükséges parkolót tervezni. Az akkori költségvetésbe ez nem fért be, de most ebbe a pályázatban meg tudjuk valósítani, tehát föl tudjuk újítani azt az egyirányú utat, amely a bölcsöde kényelmes és biztonságos megközelítését, parkolását teszi lehetővé. Van még egy kisebb elmaradó szakasz is, hiszen a Vasút utcáról lekanyarodva a Szivárvány út csak egy részben újult meg annak idején, amikor az ott zajló építkezések folytatódtak. Így a kimaradó szakasz, tehát a Vasút utcáról lekanyarodva, ezt a rövid szakasz szintén föl tudjuk újítani. Csak úgy, mint a kórházút felújítása, erre a munkára még közbeszerzési eljárást kell kiírni.